az a helyzet, hogy megettünk egy elefántot, és ennek az elefántevésnek a történetét tanál nektek. Az elefánt az egy kínai elefánt volt, ezt kell róla tudni. De mielőtt belevágják a történetbe, tisztázzuk az elefántevésnek a múlva, a mi két érdekes. Hogyan is eszünk ki elefántot? Az első körben kivágjuk az elefántból egy darabot, elfogyasztjuk. Kivágjuk a következő darabot, ezt is elfogyasztjuk. Majd ezt egészen addig folytassuk, amíg el nem fogjuk. Ugye ennek miközben van a szoftver fejlesztéshez, ez egy érdekes történet. De mielőtt belevágnánk ebbe, és szeretném érzékeltetni ennek az elefántnak a méretét. Ugye, kis hazánkban általában abban az ipari környezetben, amivel mozgunk, erről majd később lesz szó, hogyha a rendszerben van már 500 ezer ügyfél, az már egy óriási adatbázisnak számít, és hogyha 20 felhasználó használja ezt a rendszert, az szintén nagy. Ahova mi eljutottunk ezzel a rendszerrel, az 50 millió ügyfél. A kínai partnerünk jelezte, hogy egy kisebb portfólióval induljon a elnézésüket, egy elnézésünket kéri, de egyedül ennyivel kell számolni. Hát amikor a srácok itt a cégnél meglátták ezt a számot, akkor elmentek sörözni első körben, mert úgy gondolták, hogy ez megér egy misét. És utána kaptuk a következő számot, hogy 5000 belső felhasználója lenne a rendszernek. A másik dimenzió, amit hoztam nektek, ez a munka mérete. A munka méretét mi általában munkanapra mérünk. Hoztam nektek három számot. 2000-et, 20000-et és egy 200-at. A gombzatnak egy gyors szavazát fog belecsapni, és így gondolja, hogy ez a mindez ilyen 20000 munkanap volt. Ez egy hosszú folyamat volt, alapvetően egy 30 éves programozói csapatot képzeljetek el, aki 5-6 évig dolgozott ezen, amíg ebből az 500-ból eljutottunk ebből az 500 ezerből az 50 millióba. Módszer. De először kitaláltuk igazán, hogy az elefántevéshez a nem titkolom, a végeredmény az, hogy az agilis módszertan passzol a legjobban, hiszen ebben az esetben szól arról, hogy maga a módszertan kis darabokat dolgozunk föl, és ebből építjük fel a nagy egészet, ez az elefántevéshez tökéletesen passzol. Egyébként jelen pillanatban az a tapasztalatunk, hogy a hotelflow-t azt nem tudjuk használni abban az ipari környezetben, amiben mi dolgozunk. Nem működik konkrétan. Így tovább. Kihívások, ugye? Ahhoz, hogy az elefántot elfogyasszuk, kell róla még információ. Az egyik az az időzóna volt, ez egy nagy meglepetés volt számunkra, amikor jelezték a kínai partnerek, hogy igazán ők egy időzónában vannak. Ezt így hogy mondják meg, hogy ezt az öt időzónát így összehangolják, azt nem tudom, de hogy amikor Pekingben ugye kell a nap, akkor a nyugati végeken még messze sötét van, tehát óriási élmény lehet így dolgozni. Igazán a rendszer technikailag ez azért zavart minket, mert minden egyszerre történik. Ugye milyen pénzügyi világban mozgunk, nem is ez a lényeg, hanem az éjfél, tűnt az óra, az ugye a pénzügyi világban azt jelenti, hogy egy nappal később van, és akkor a kamatokat kell számolni. Minden egyszerre történik éjfélkor. Azért jobban örültünk volna, ha 5 időzónában 5 darabra lehet ezt vágni. Hát ez így nem jött össze, de mindegy, ezt is megtanultuk. Tehát igazából nincsenek időzónák Kínában. A másik érdekes dolog, hogy a hardverünk azt megmondta, hogy milyen környezetet kell használni. Ez vonatkozik a hardverekre, meg a szoftver környezetre, és nem nagyon volt választási lehetőségünk. És az itt felsorolt cégek, ezt így jelezni, hogy ez nem a reklámhelyeink, igazából nem tudok azonosulni ezekkel a cégekkel, de hát ezzel kellett dolgozni. Ugye először is azt mondták, hogy a szerverek azok így néznek ki, 16 CPU kor van benne, 32 giga RAM, ezzel kell főzni, ez egy szerver. Az adatbázis szerverrel véletlenül azt mondták, hogy ezt mondjuk meg, hogy hogyan nézzen ki. És utána
definiálták a szoftver környezetet, ami így néz ki. Hát itt látszik, hogy melyik céget preferálják, nyilvánvaló. Ennek ugye megvannak az okai, ez egy robusztus szoftver környezet, viszont nyilvánvalóan nem olcsó. És mióta ugye az Oracle megette a nyálát, azért azóta úgy nem annyira szép az illet ezen a területen, de hát ezzel is szintén együtt kell élni. Méretezés. Ugye, igazából nem találtunk olyan tankönyvet, ami leírja, hogy hogyan kell egy hardware-t méretezni egy ilyen típusú szoftverhez. Elmentünk az Oracle-hoz, ha már ilyen nagyobb és okosabb, elkérdeztük tőlük, hogy na, mégis hogyan méretezik ezt a rendszert, és konkrétan az volt a válasz, hogy hát nem tudjuk, de majd segítenek, hogyha vannak konkrét kérdéseink. Hát ez így szép volt. Igazából jelen pillanatban nincsen pontos algoritmus arra vonatkozóan, hogy egy nagyobb szoftver környezethez a hardware hogyan kell hozzáigazítani és hogyan kell méretezni. És ugye a szoftver környezetünkről annyit kell tudni, hogy ez egy behajtási rendszer, de most nyilván nem ez a lényeg az előadás szempontjából, hanem ez két ciklusra osztható. Az egyik, amikor napközben ez az 5000 felhasználó, emlékeztek az előbbi számokra, dolgozik benne konkrétan. És van egy éjszaka, amikor nyilván a felhasználók nem dolgoznak, olyankor viszont adatfeldolgozás zajlik. Ilyen szempontból az architektúra tök más, mert ugye amikor sok felhasználó van, teljesen másképp kell felépíteni hozzá a szoftvert meg a hardware, mint egy éjszakai nagy adatmennyiség átköltetéséhez. Ugye ettől függetlenül azért vannak jó támpontok, én most mutatok nektek egy méretezést, hogy mégis hogy csináltuk és hogy jutottunk el a végeredményhez. Ugye ez 5000 a felhasználó szám, és éjszaka 4 óra volt arra, hogy feldolgozzuk az adatokat. Ugye az 5000-ből általában úgy érdemes kalkulálni, hogy 5000 felhasználóban nyilván meg mindegyik nyomogatja a rendszer őrült módját, hanem néha olvas is, meg nézi a képernyőt. Igazából az aktív felhasználók száma egy adott időpillanatban kb. 500 körül van. És ehhez igazítottuk a szükséges processzor magok számát. Ugye az előbb láttátok, hogy 16 core van egy processzorban, akkor az 500-at elosztottuk 16-tal, ez nem egy óriás matek, amit csinálunk. És utána elosztottuk még 2-vel a történetet. Ez pedig azért van, mert ez egy Intel architektúra, és aki erről a hyperthreadingről hallott, azt tudja, hogy ezek az Intel processzorok elvileg tudnak kétszer annyi számot futtatni, mert ez nem igaz egyébként, nyilván ez a marketing szöveg, azért elosztottuk. Ebből kijött egy 16-os szám, tehát 16 szerver kell az alkalmazás szerver oldalon. Kínaiak felkerítették 24-re, biztos, hogy ez legyen elegendő szerver. Aztán jött az adatbázis. Na, itt aztán már meg voltunk bőve. Igazából csak úgy tudtuk méretezni az adatbázis szerver, hogy performancia testet hajtottunk végre rajta, és a tapasztalatok alapján kiugattunk arra, hogy egy olyan szerverre van szükség, amiben nem, bocsánat, most itt elkevertem a történetet, az alkalmazás szerve, ami az éjszakai folyamatokra jött ki, az performancia teszt szempontjából, hogy éjszakára tökéletesen elég lenne 12 szerver, amit megint felkerítettek 18-ra, de igazándiból 24 alkalmazás szerverrel indult el a történet. És az adatbázis szerver oldalon történt az, hogy ez a Trial and Test üzemmódban voltunk, végrehajtottunk egy perftesztet, megnéztük az AVL riportokat, meg a JFL riportokat. Kinek van meg az, hogy mi az az AVL riport? Nagyjából JFL riport. Oké. Majd ha találkoztak ilyen alkalmazás tuningokkal, az AVL riport, az az Oracle-nek az adatbázis riportja, az megmutatja, hogy mi lassú benne. A JFL riport az meg a Java-nak a riportolója, ami megmutatja, hogy a Java virtuális gép belseje az éppen hogy van terhelődve. Ezeket megnézték a srácok, tuningolták a DB-t, tuningolták az appot, szóltak az ügyfélnek, hogy ez az eredmény. Ügyfél nézett ránk, bocs, hiszen megkolja, hogy egy kicsit sok lesz, még mindig tuningoljunk. És ezt addig csináltuk, amíg a végén ki nem jött az, hogy az adatbázis szerverben elég lesz 54 CPU, mert az úgy jónak tűnik, meg 512 giga RAM, és 12 terabyte SSD diszket álmodtak, hogy belemelhet, ez végig gyors. Na, ilyen eszközökkel tettük az elefántot. Először is, aki Jávában valamennyi Jáva, az így megvan körülbelül? Szuper! Tehát ugye általában alapban az ember dolgozik egy Jáva virtuális géppel, és az úgy jól el van. Egy, elég nagyon sok mindent meg lehet csinálni egy Jáva virtuális géppel.
nekünk ugye itt 24 darab virtuális gép futott a 24 szerveren. És fellép az a probléma, hogy ez a 24 virtuális gép nem futhat csak úgy önállóan így össze-vissza, mert valamilyen kohéziót kell közöttük teremteni, kázi kommunikálni kell egymással. És erre ugye a Oracle WebLogic Server volt, de most ez mindegy, inkább ez az Oracle Coherence, ez egy Memory Grid. Memory Grid-ektől valaki hallott? Nem. Memory Grid az semmi más igazából, mint egy olyan memória terület, ami megvan osztva a AVM-ek között, és erre az Oracle-nek ez a Coherence megoldása van, ezen kívül van még rengeteg ilyen piacon lévő, tehát nem az a lényeg igazából. A Memory Grid koncepció az arról szól, hogy a AVM-ek a közös adataikat valahol kéne, hogy tárolják. Ugye az adatbázis nagyon lassú, mert kiírja a diszkre, meg ezért tökön tudja, az nagyon-nagyon sokáig tart. Egy memóriában való tárolás sokkal-sokkal gyorsabb, és akkor AVM-ekben be lehet bedobálni az adatokat. Úgy képzeljétek el, mintha a gépnek lenne egy kiterjesztett memóriája, amit mindegyik AVM lát. És gyakorlatban úgy működik, hogy egy AVM beteszi az adatot a memory gridbe, és a többiek meg szépen olvassák, hogy megosztják egymással. Ez akkor lényeges, amikor olyan műveletet kell végrehajtani, ami jó, hogyha tud róla a többi AVM az adott architektúrában. Aztán utána jött nekünk ez a modulok versus microservice történet. Ugye a mi rendszerünk ott a baloldali monolitot képviselt, ami azt jelenti, hogy egy óriási nagy kód, ami szuper, hiper, jó, de igazából ekkora méretben már nem hatékony, mert az egyik AVM azt használja ennek a monolit alkalmazásnak mondjuk a benne lévő komponensnak az egyiket, a másik a másikat, és borzalmasan nehéz skálázni. Mostanában van már ez a microservice hype, mert korábban soha meg egyéb ilyen örületek voltak. Igazán jó, a microservice-ek arról szólnak, hogy csináltok kisebb alkalmazásokat, ezeket így feltelepítitek különböző szerverekre, és ezek ilyen microservice-eken szépen kommunikálnak egymással. És ennek az eredmény az, hogy sokkal jobban skálázható, és kevesebb vas kell hozzá. Picit az ekoszisztémáról, hát ez a Netflix mit keres itt, ugye az egy jó kérdés, és ez nagyon érdekes, hogy a Netflix az csinált egy olyan Java keretrendszert, ami mikroszerviz alapú, és ezt így ingyenesítette. Tök jó használható, hogy egyébként ilyen mikroszerviz környezetben, nagyon-nagyon jó skálázható, és nem utolsó sorban tök ingyenes. Azért sok kezdetet, ez nem túl szívesésről van szó. Szinte nem a reklám helyen vannak más ilyen mikroszerviz alapú ingyenes keretrendszerek, de tényleg nagyon jó bevált. Másik, ez szinte egy most egy ilyen iparági hype, ez a Kafka nevű történet, az pedig egy ilyen distributed streaming platform, ahol ilyen tyúkat lehet szépen kezelgetni, szintén nagyon elterjedt, és aki találkozott már Docker Image-el, az tudja, hogy ez szintén most jelen pillanatban egy viszonylag elterjedt történet. Lényeg az, hogy ezek a Docker Image-ek, ezek igazából ilyen kvázi virtuális kis gépek, amiket így el lehet indítani egy szerveren, akár többet is. Igazából úgy néz ki, hogy van benne egy Linux vagy egy Windows, arra rá van felépítve a program, és az egész az így másolható, majdnem olyan, mint egy virtualizált szerver, csak sokkal-sokkal rugalmasabb. És e köré tudtuk építeni az egész alkalmazást, ahol látjátok, hogy itt több alkalmazás szerver dolgozik együtt, több adatbázissal, streaming processzeken keresztül, és ebből állt össze ez a teljes rendszer. Egy picit mélyebbre megint, hogy szóljatok, hogyha több dolgokba fullad az, amikor lefullok az alkalmazásba. De igazából, amit mostanában használnak ilyen vékony klienses alkalmazásoknál, az általában az Angular. Ez nem túl elterjedt. Nagyon jó egyébként, szinte nem fényezésképpen mondom, de amikor kitalálták jó sok évvel ezelőtt azt, hogy milyen jó, hogy a böngészőbe fut minden, és ehhez szükség, és ez egy vékony kliens, és nem kell, csak egy nagyon lightweight böngésző, stb. Nem akarom ezt a koncepciót így nagyon szapulni, de ez egy hülyeség volt alapvetően. És azt kell tudni az Angularról, meg a hozzá hasonló eszközökről, hogy sokkal-sokkal közelebb vannak egy vastag klienshez, mint a régi HTML-hez. Igazából elkezdtünk visszakanyarodni a vastag kliensekhez, mert egyszerűen szerver kapacitással, aki esetleg hallott erről a serverless történetről, a serverless történetnek az a lényege, hogy a szervereket megpróbáljuk teherbentesíteni, és így a kliens meg egyéb osztott architektúrából kivezetjük a kódot,
az Angular körülbelül erre a hyperlink dolog, hogy elég sok kód van igazából a kliens oldalon, és minő csoda, emiatt a szerverek kevesebb kapacitással is tudnak üzemelni. Gáborról már beszéltünk, ezt most így annyira nem ragoznám, de azt azért tudni kell, hogy nem kell megijedni attól, hogy az Oracle az felzaválta a Jávát, igazából jót tett neki abból a szempontból, hogy sokkal stabilabb lett a legújabb Jáva. Aki dolgozott esetleg 7-es vagy 8-as Jávával, hát ahhoz képest így fél évekkel lenni. Azért tudjátok, ettől függetlenül. Nyilván fejlesztés ez még mindig ügyenes, az ügyfeleket szivatják azzal, hogy fizetnünk elérte, de tragikus az állam, hála jó Istennek. És akkor itt van ez a Spring nevű történet. Szintén tudom ajánlani, hogy aki nem találkozott vala, az nézze meg. Tulajdonképpen a mai szoftverfejlesztési iparágban két versenyző küzd egymással. Az egyik azt úgy hívják, hogy Enterprise Java, a másik pedig a Spring. Ezek mondjuk, nem tudom, 15 éve küzdenek egymással. Valamiért a Spring az mindig előrébb tartott egy jó hosszal, most már lassan egy fejhosszal van előrébb. Úgy tudjuk jelen pillanatban, hogy az Enterprise Java az falon. Ha lehet, akkor Springet tanuljatok, de ez csak így a saját egyébként nagyon gyors hozzáfűzés volt, de szerintem az elmúlt 3 évben nem láttam enterprise-os álláshirdetést. Hát a Luxon oldalára megért, hogy fogsz találni. De igen, de a Spring felé kell. Ott még töltöttem enterprise-os tesztet, de úgy nem láttam hirdetést. Igen, hirdetés már nem nagyon van, így van, viszont mivel ezek a szoftvereknek az életciklus ez ilyen 5-10 év, nyilván karbon kell tartani, tehát ugye 5-10 évig biztos lehet a nyával Enterprise hirdetéssel találkozni a Luxon oldalán, de már ez fölgés is van. Úgyhogy igen, meg tudom erősíteni a hírt, hogy a Szingyert, igen. Egyébként mindig erős rá, de nem tudom. Én megtűnt szóvasásra már beszéltem az előtt, meg a Kafkáról is, meg a Dockerről is. Egy picit azért azt kell látni, hogy az alkalmazás szerverét direkt nem szoktam ki nagyobb képet, hogy inkább beszélek róla. Az alkalmazás szerverek, főleg az Enterprise Java alkalmazás szerverek arra épültek, hogy ezeket az óriás nagy nehézkes Java kódokat futtassák, így ez a WebSphere, WebLogic, meg JMOS, meg hasonló. Igazából a Spring-es alkalmazásoknak futtatásához egy Apache Tomcat tökéletesen elég, és ez körülbelül a maximum, ami kell hozzá. És a Tomcat azért már szintén ilyen 10x éve a piacon van, szerintem a világ legjobb alkalmazás szerverrel, szintén tudom ajánlani. Ipari környezetben, tehát nyilván amiket én mondok, az én szemszögemből igaz, lehet róla vitatkozni, hogy nyilván a Tomcatnél is vannak jobbak, meg mások. Ez erre az ipari környezetre vonatkozik jól, tehát ezt így vegyétek, nem akarok így semminek a elrontó jelenni. A adatbázis szerver oldalról már beszéltünk. Szintén nagyon érdekes, hogy igen, nagy adatmennyiségnek a feldolgozásához a relációs adatbázis kezelők azok tökéletesek. Tényleg szuper robosztosak, óriás adatmennyiséget lehet kezelni velük, viszont iszonyat rugalmatlanok, és így nagyon-nagyon sok performancia problémával bele lehet szaladni. Szintén az újabb trendek, vagy a jelen pillanatban a fejlesztések afelé zajlanak, afelé mennek, hogy a NoSQL irányú erősségből, tehát aki MongoDB-vel vagy barátaival találkozott, szintén nagyon-nagyon erősek már. Igazából elkezdtek ezek egymás mellett élni. A MongoDB az nagyon jó alkalmazás fejlesztéshez, de rugalmas és jól lehet használni. Viszont amikor riportolni kell, akkor általában átadjuk az adatokat egy SQL adatbázisba, és onnan riportolják, mert a MongoDB meg nem erről szól. De mondom, a MongoDB-t is helyettesítsétek be a megfelelő másik adatbázis szervert, amilyen dokument szóra, ami igazán tudom, ilyen kulcsérték. És akkor itt elérkeztünk az előadás mély pontjára, mármint egy technológiailag. Hogyha az előbb felsorolt elemeket így egy térképre fel akarom kapni, akkor ez így körülbelül így néz ki, hogy az alkalmazásnak a rétegei az úgy néz ki, hogy screen, üzleti logika alatta, interfészek és adatbázis szerver, tehát körülbelül ezek a rétegek vannak itt szépen egymás fölött, és ez meg van szorozva annyi szerverrel, amit láthatok itt most, ugye nem akartam 24-et felrajzolni, és semmi nem látszódna belőle. Ugye itt van 4 darab alkalmazás szerver node, és mindegyikben ugyanazok a szoftver komponensek vannak valamilyen redundanciával. Tehát itt látjátok, hogy itt például a CTI modul az két helyen van, a másik két módra nincsen telepítve, itt meg a core modulok vannak. Ez ugye a microservice architektúra miatt lehetséges, hogy minden modulban annyit telepítünk, amennyi szükséges,
és természetesen a DB machine-ek az pedig itt vannak mellette, és azok kezelik le az adatoknak a tárolását. Itt most egy kis reklámot fogok nyomni, és akkor utána át tudjuk térni a kérdésekre. Nem meglepő, hogy nekünk is van egy programozói versenyünk, aminek a jelentkezési határidője az holnap van. Ez ugye 6 éve zajlik, ez a Java Challenge-nek hívják egyébként, és különböző játékokat kell leprogramozni, ilyen kiesetlen, aki esetleg indult rajta, az, hogy fölmegy a weboldalra, azt láthatja. Általában elég nagy sikere van meg. Sokszor, amikor megvolt a verseny, akkor házon belül is megrendezik, hogy a sárcok valami élvezet legyen nekik, és csak a rendszer kell lefejleszteni. De tényleg érdekes szokott lenni. Az ideje az arról szól, hogy egy ilyen virtuális galaktikus számítógépnek a memóriáját kell befoglalni minél gyorsabban, minél nagyobb területen. Hát érdekes eredmények szoktak születni, főleg így programozás technikailag. Egyszerre csapat az úgy indult el, hogy nem volt neki teljesen tiszta a kiírás, és írtak egy olyan programot, amit csak annyit tudott, hogy a billentyűzetről, ha irányítottad, akkor arrafelé ment a pályán. Akkor mondtuk, hogy ez így azért nem jó, mert ide kell adni a programot, és azt még futtatjuk egy szerveren, tehát nem tudom, hogy hol fogja nyomogatni a gombokat. Úgyhogy szegények kiestek a történetből, de viszont egész érdekes algoritmusokat sikerült implementálni, és így találkoztunk már ilyen mesterséges intelligencia próbálkozásokkal is, ami a rendszereinkben is megjelent. Ez az utolsó záró téma közben itt ki vagyok, meg hol lehet elérni, de azt kivetünk elén. Ugye elindultak ezek a mesterséges intelligencia, machine learning, ipari alkalmazási kísérletek, és ezt szándékosan fogalmazom így. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a magának ennek a technológiának a legnagyobb korlátja az, hogy be kéne tanítani ezeket a szerencsétlen gépeket, de nincs elég adat hozzá, úgyhogy ilyen szempontból tök jó a kínai projekt, mert valószínűleg lesz elég adatunk, hogy végre már betanítsunk egy ilyen gépet. De amikor ilyen 5-600 ezer adattal próbáltunk betanítani, meg sem mozdult, vagy hülyeséget mondott a végén. Ugye az alkalmazhatósága hát az így egyelőre kérdéses. Viszont nagyon-nagyon érdekes területeket lehet vele lefedni. Reményeim szerint azért a következő évben már tudom egy olyan előadást is mutatni nektek, ahol egy ilyen készséges intelligenciai ipari alkalmazással tudjuk bemutatni a személyes szerintem. Hát én ennyivel készültem nektek, hogyha megtennétek a kérdeztet, akkor köszönöm. Az is elég elterjedt, és is szeretik. Mi most így jelen pillanatban még nem alkalmazunk, de sokkal jót hallottunk róla. Rengeteg olyan új technológia van, és a Node.js is ilyen, amit így most így feltöltek, és tényleg csak jókat hallottam róla. Én azt szoktam csinálni egyébként, hogy a Google-nek van egy ilyen Google Trends szolgáltatása, oda beüti az ember a megfelelő kulcsszavakat, akkor elég jó trendeket rajzol ki, hogy mi merre megy. Ugye nekünk a korábbi rendszereink azok ISF technológiát használtak, iSpaces, Primefaces és hasonlók. Ezek azért kifutóban vannak, és amikor beírtam a Google Trends-be iSpaces-t, az Angular-t, meg a Timefaces-t, akkor gyakorlatilag az Angular az így kilőtt, a másik meg kettővel így nem lefelé. Úgyhogy mi ezeket lekövetjük, ezeket a trendeket, csak nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy mikor ugrik bele az ember egy ilyenbe, mert a bankoknak van egy olyan nézőpont kérdés, hogy jó vagy rossz tulajdonsága, de ha kijön mondjuk a legújabb Java, akkor mi véletlenül sem megyünk oda hozzájuk, és mondjuk, hogy itt a legújabb Java, esünk neki, hanem hogy megkérdezik, hogy és a security teszten át, mert magalatokról tudjam kérdezni az orrékból, és amíg ezek a tesztek nem sikeresek, és nem mennek át, és nem látják, hogy ez működik, addig nem nagyon ugranak rá. Ez azt jelenti, hogy a banki környezetben minden új technológia az ilyen fél egyéves késleltetésben van, arra számít csatok. Ez nem akkora a tragédia, csak nyilván azért figyelni kell rá, hogy érzékenyek ilyen szempontból, hogy így ebben az ipari környezetben fontos, de ez ilyen meg biztonságtechnikai okai vannak, hogy konkrétan
bankbiztonság, ha egyszer találkoztok bankbiztonsággal, akkor így nagyon messzire kerüljétek mert rendkívül vaskalaposan állnak hozzá, és így minden dokumentációt, minden javaját töltenéznek, és igazából sok értelemben nincsen, mert látszik a tesztekből, hogy működnek az alkalmazások. Ezért ez a bankbiztonsági szakulás, parancsolás. Volt ugye szó arról, hogy egy ekkora volumenű projektnél egyértelműen egy elvetendő dolog volt Waterfallban fejleszteni. Van-e bármilyen tapasztalat arról, hogy egy ilyen körülbelül berajzolt határon, hogy mikor éri meg már átérni HR-ra, mert amúgy van az a szint, amikor meg nagyon nem éri meg, mert csak egy csomó plusz munka és csak összezavarja az embereket, főleg kisebb kaliberben. És igazából én nem láttam akkor át, amikor megérte volna átmenni a másra. És erre vagyok kíváncsi, hogy esetleg Roxon-Berkéken belül van-e, ami kirajzolódott, hogy itt más. Ez egy nagyon jó kérdés, igazából a projekt méretével tudok így például hozni, hogy hol éri meg. Ja, azt látjuk, hogy egy projekt méret, kezdjük egy kicsit visszáról. Egy átlagos team méretben állunk, ez a, főleg az Agile miatt van, az ilyen 7-8 fő. És egy ekkora team, Waterfall-ban akkor tud igazán jól dolgozni, ha a projekt méret az ilyen 50 mellé vagy alatt van. Azt még úgy átlátja az ember. De a 50 fölött igazából nincs ennyire éles határ természetesen. Hát nem is arra gondoltam, hogy igen. De 200 fölött már tudja, hogy agile alatt kell menni. Mert egyszerűen nem akkora az egész, hogy igazából a Waterfall-nál azt tapasztaltuk, hogy lefut a specifikációs szakasz, és olyan hosszú, hogy mire elkezdődik az implementáció, az üzleti elemzők elfelejtik, hogy mi volt az elején. Tehát igazából ilyen memória testből így kiesik, és akkor közben így tragédia. Azért van az agile-ban, hogy két hete sprintekben dolgoznak az emberek, mert az az a méret, amit még meg lehet jegyezni. Tehát ugye a sprint elején, igazából egy sprint az egy mini volt, tehát fognak képzeljétek el, hogy a sprint elején átbeszéljük, mit kell megcsinálni, implementáljuk, a végén leteszteljük, átadjuk. Ezt még így felfogja az ember, de ennél hosszabb, akkor de mondom, a másik oldalán meg az, amikor sprintekre van szétszedve valami, és egy volt pár dolog, mert akkor egy annyira kicsi projekt volt szétszedve mégis, hogy olyan érzés volt kicsit egy sprint, mint hogyha lennék darab sushi az ember, hogy feldarab voltak volna 6 falat, hogy meg kell tenni. Tehát, hogy abszolút. Ez ilyen kísérletezés igazából függ a szoftvertől és a csapattól is, de körülbelül ekkora méreteket tapasztalatunk. És azt látjuk, hogy egy team méret az részkörén nő, az már nem minden. 10 embernél többet nem lehet összetartani, nem tudjuk, hogy miért, de ez egy így van. Jó? Adatban szerintem, hogy például van egy X felhasználóknak, érdemes egy újabb szerrel bérelni, ez mi ez a X? Vagy mi az az adat, amennyit bírunk? De nem tudom, hogy egy szerrel. A kérdés az az, hogy egy adatbázis szerrel holnak a határok. Igazából azt tapasztaltuk, hogy ha lehet, akkor adatbázis szerver ne vágjunk szét. Nagyon érdekes. Azért is lett ez, amit láttál, hogy egy 54 óra az adatbázis szerverbe, mert ugyanezt a teljesítmény a két adatbázis szerverrel, vagy csak úgy lehetett kihozni, hogy mind a kettőben van kb. 4 óra. Egyszerűen nem költséghatékony, és a jelenleg a hardvereknek a teljesítmény az eredetileg gyorsan nő, és itt nem éri meg, hogy ilyen redundáns adatbázis szerver építsenek. De egyébként kivéve, hogyha megvalósul viszonylag gyorsan az a pontunk fölényes történet, mert akkor már így jobb teljesítményt tudnának nyújtani, de még nem az a mire, hogy érdemes lenni ekkora mire küldjük. Nagyon érdekes, hogy ez a projekt még kicsi volt, hogy az adatbázis szerverekben tudjuk és klaszterezzük. Itt egy nagy adatbázis szerverrel. Valószínűleg a Google-nél, meg az ilyen nagyobb cloud szolgáltatóknál már a redundánsak az adatbázis szerverekbe itt nem kellett. Tulajdonképpen azt csinálták, hogy a disk alrendszert alaptak, azt csinálták meg annyira redundáns, azt hiszem, hogy évőtre vagy nem tudom mire közöttünk, hogy már általában a diszkek szoktak megdöbbenni, főleg az SSD-k azok nagyon hajlamosak itt halni, és inkább ott oldották meg. Gyakorlatilag úgy működik, hogy az egész adatbázis szerverük, hogyha kiesik egy processzor, a memória vagy egy diszk, akkor így oda mennek, megy a szerver, kirakják, bedugják az újat, és így megy. Így láttam évőtre, hogy ezt itt tesztelték, hogy van, ha kihúzunk egy processzor, hogy sem van, még megy. Még hármat, még nem. 15-nél megálltam. Tehát egész jó a teljesítmény, a redundancia tudása.
Jó, most úgy, hogy